Nincs erre mentség, nem is lehet, de még magyarázat sem, hogy miért tesz valaki ilyet. Ettől függetlenül tény, hogy a közelmúltban a felső Dunaparti zöld területeken állatokra veszélyes eledeleket találtak. A hét közepén pedig erre figyelmeztető táblákat helyezte ki. Barta Endre a terület önkormányzati képviselője szerint igyekeznek megtenni mindent, amit lehet. Sajnos még a múlt héten is kaptunk jelzéseket. Hogyha ez most korábban volt eldobva, vagy csak azóta találták meg, nyilván ezt nem tudjuk. Ezért most itt a felső Dunaparton táblákat helyezünk el, akik olyan kutyásoknak is felhívják a figyelmét, akik ezzel még nem találkozhattak. De ugye ez egy hosszú távú folyamat, ugye zajlottak már itt kerekasztal egyeztetések, beszélgetések is, tehát egy összetett dologról van szó. Ugye a Duna Dog Centernek köszönhetően a kutyásgazdásoknak elindult egy tanfolyamszerűség előadássorozat, ami akár a neveltetés kutyatartásnak a közelségét tudják ugye itt elsajátítani, és azt gondolom nyilván nekik is nagyon fontos, hogy betartsák azokat a szabályokat, ami a kutyás-nem kutyás együttélést segítheti. Nyilván az nem megoldás, hogyha valakinek nem tetszenek a kutyák, akkor mérgezik őket, tehát ezt mindenféleképpen nem csak meg kell akadályozni, és a legsúlyosabban kell büntetni, tehát ezt továbbra is fenntartjuk, hogy akit ilyenen kapnak, az is a legsúlyosabb büntetést fogja kapni. Barta Endre beszélt arról is, hogy a kutyások és a nem kutyások egymás mellett élése komplex dolog, és mindenkinek tisztában kell tartani a másik oldal érveit és érdekeit. Éppen ezért több területen is lesznek remélhetőleg előrelépések. Örömmel jelenthetem be, hogy a jövő héten elkezdődnek a munkálatok, és vélhetően május második felére itt a városunk legnagyobb zárt kutyafuttatója lesz, játékelemekkel, itatókúttal, padokkal, tehát a gazdik is jól fogják majd magukat érezni. Itt a játszótér is megkapja a kerítést, tehát tényleg akár a családi kikapcsolódás is abszolút megvalósulhat. És hát nyilván ezzel együtt szeretnénk még növelni azokat a dolgokat, amik a kutyásoknak a dolgát segíti, viszont ezzel egy időben pedig akár a városőrséggel, rendőrséggel együttműködve bizony azt is jobban fogjuk majd figyelni, hogy azokon a helyeken, ahol viszont nem lehet a kutyákat sétáltatni, ott megvan-e a póráz, megvan-e a szájkosár, tehát tényleg egy kicsit próbáljuk ezt az ellentétet egy kicsit így talán egy csökkenteni. Szabályok között élünk, mert egyébként nem megengedhető, hogy mindenki azt csináljon, amit akar. Vannak írott és íratlan szabályok. Az íratlan szabályokat illik betartani jobb helyeken, az írottakat pedig kötelező mindenkinek.